Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, most nem Pomázról jelentkezem, hanem Budakalászról, és ahogy kiírtam nektek, hogy van egy meglepetésem, aminek én nagyon-nagyon örülök, hogy most nem én beszélek, hanem végre sikerült Reisinger Jánost is meghívni ebbe a csoportba, és én nagyon szeretném, hogyha többször is részt venne, úgyhogy fogadjátok őt nagyon sok szeretettel. Tudom, hogy már többen visszajeleztetek tegnap este, hogy tudjátok, hogy ki lesz a meglepetésem, úgyhogy át is adom a szót, és akkor János. Hát én is szeretettel köszöntök mindenkit, azért első szeretettel itt azok, akik itt vannak, de megemlékezem a vajdaságiakról is, Zentán már régen jártam, és a többi helyeken is. Külön köszöntöm az erdélyeket Brassóban, Sepsiszentgyörgyön, és köszöntöm Dániában az egyik fő szervezőnket, Kopenhágában. Természetesen Kiskörösről vezérelnek bennünket, mert Magyarország legnagyobb költője ott született, tehát már ehhez is kell kapcsolódjunk. És akkor köszöntöm még a Kárpátaljáról a kedves részvevőket, a Felvidékről, Ausztriából, és hát az Egyesült Államokból is vannak hallgatóink és támogatóink, mindenkit szeretettel köszöntök, és a mai igehirdetés előtt azért kérem a házigazdát, hogy imádságot mondjon. Akkor imádkozzunk együtt. Drága mennyei atyánk, nagyon hálás a szívünk, hogy megszólíthatunk Jézus Krisztus nevében. Köszönjük szépen, atyánk, hogy egész héten velünk voltál, oltalmaztál bennünket. Köszönjük szépen, hogy mindig kérhetjük a te segítségedet, oltalmadat. Köszönjük szépen, hogy folyamatosan megáldasz bennünket fizikai táplálékkal, de emellett adod a lelki táplálékat is. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy mindig gondolhatunk rád, és köszönjük, hogy azzal a tudattal élhetjük az életünket, hogy te minden napon velünk vagy a világ végezetei. Köszönjük szépen, hogy a technika fejlődését is kihasználhatjuk az evangélium hirdetésére, és áldjál meg bennünket, mennyei atyánk, ezen a szent napon, a te teremtésed emlékünnepén, és köszönjük, mennyei atyánk, és nagyon hálásak vagyunk, hogy most is hallgathatjuk a te szent igédet itt Budakalászon, és az internet segítségével ebben a nagyon szép és érdeklődő csoportban is. Köszönjük szépen ezt neked Jézus nevében. Amen. 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 Mindenkit szeretettel köszöntök, és én a Biblia legutolsó szavait szeretném felolvasni. A Jelenések könyve 22. fejezetében a Biblia legeslegutolsó szavai így hangoznak a 20. és 21. versekben. Tehát lapozzátok fel közösen a Biblia legutolsó szavait Jelenések könyve 22. fejezet 20-21. Verseiben. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz. Bizony hamar eljövök. Ámen. Bizony jövel, Uram Jézus. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen minnyájan ti veletek. Két rövid igét olvastam fel. A Biblia úgy fejeződik be, hogy várjuk Jézust. Akit szeretünk, azt várunk. Attól nem jó távol lenni. Szeretnénk találkozni vele, készülünk Jézus fogadására, vajon készülünk-e? De én nem ennek az rövid igének egész tartalmáról szeretnék beszélni, hanem mindösszesen csak egyetlen egy szaváról. Mert Jézus így mondta, bizony hamar eljövök. És itt nagyon sokakban ott ágaskodik a kérdés, hogy hát ez már rég nem igaz. Hát 2000 éve azt mondta, hogy bizony hamar eljövök. Hát ez nem valami hamar, hogy 2000 éve már várjuk Jézust. Miért mondta Jézus ezt, hogy bizony hamar eljövök? Miért nem csak úgy mondta, hogy bizony el fogok jönni? Valamikor majd eljövök. Ő azt mondta, hogy hamar eljövök. És a Bibliában többször is előfordul ez a kifejezés. Például a Jelenések könyvének ez az utolsó előtti verse, de hogy kezdődik az egész Jelenések könyve? Ez Jézus Krisztus apokalipszise, melyet adott néki az Isten, és ott is ott van abban az első versben, hogy olyan történetekről beszél majd a Jelenések könyve, amiknek meg kell lenniük hamar. Ez a hamar szó az egész Jelenések könyvét végig szegélyezi, de mondhatnám az egész Bibliát is, de miért?
miért, amikor Jézus óta már 2000 év eltelt, és még mindig nem jelent meg, és mennyi minden dolog nehezíti az életünket, a földi létezést, és erre azt mondani, hogy hamar? Hát először is akkor kezdjünk bele ebbe a Biblia tanulmányozásba, hogy hogyan is kell érteni ezt a hamar kifejezést. Amikor Jézus itt volt a földünkön, 3,5 évig tanított és adta az életét minden emberért. Utána elment a mennybe, és elindult a kereszténységnek a története. Lehetett volna más történelem ez, ami mögöttünk van? Történhetett volna egészen másképp is a kereszténység történelme, mint ahogy megtörtént? Eljöhetett volna Jézus hamarabb, mint hogy most már 2000 éve várunk rá? Tudjátok, hogy az apostolok mennyire várták Jézust. Pál apostol, amikor a vesztőhelyre megy szinte, ugye már a második Timóteus levél az akkor íródott, amikor szinte már a kivégzés előtt. Mit mondott Pál? A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, mert megállt nékem az Úr az igaz bíró, de nem csak nekem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. Azt mondta Pál, hogy mi vágyva várjuk az ő eljövetelét, ő és a nemzedéke. Ezt írta 67 körül, vágyva várjuk az eljövetelét. Eljöhetett volna Jézus hamar, ha ennyire várták volna? Illetve így mondom, ennyire várták, mert ennyire várták. Jelenések könyve mivel kezdődik? A 4 nagy profécia sorozat közül melyik az első nagy profécia sorozat? A 7 levél. A 7 levélben szó esik először Efézusról, utána szó esik Szmirnáról. Melyik a második profécia sorozat? A 7 pecsétes könyv felnyitása. Amikor az első pecsétet felnyitja, milyen lovas jön ki? Fehér lovas. Második pecsétet felnyitja, milyen lovas jön ki? Tűzvörös lovas. A kereszténység egy győzelmi futással indul az első században. Üldözik a kereszténységet a második és negyedik század elejéig, de ez még mindig a fehér után a tűzvörös. És ha ezután győzött volna a kereszténység, igazán győztes lett volna az egész kereszténység, Jézus eljöhetett volna már. Igen, most próbáljunk válaszolni erre a kérdésre, mi lett volna, ha kérdésre. Leszokták söpörni mindig, hogy mi lett volna, ha ilyen nincs, hát mi lett volna, ha ne okoskodjuk. De igen, az Ószövetségben is van ilyen. Ezékiel proféta könyvének utolsó fejezetei erről szólnak, hogy mi lett volna, ha a megváltót elfogadja a zsidó nép. Erről szólnak az ezékieli proféciák, mert nem Isten akarta azt, hogy megöljék Jézust. Hát a király, amikor küldött ugye szolgákat, és a szolgákat bántalmazták, megölték, utána azt mondja, az egyszülött fiamat talán megbecsüljük, és elküldi az egyszülött fiamat. Nem azért, hogy öljék meg, hanem azért, hogy becsüljék meg. És Ezékiel proféta profétált arról, hogyha Krisztust elfogadta volna a zsidó nép. Mi lett volna, ha Krisztus elfogadja a zsidó nép? Nagyon gyorsan befejeződhetett volna a gonoszság történelme. A zsidó nép maradt volna az egyedüli választott nép, és ki tudja, milyen rövid időn belül beteljesedett volna a megváltás terve. És Jelenések könyve is ezt húzza alá. A kereszténység elindul egy fehér lovassal, győzelmi futással, tűzvörös lovas. Ha elérkezik a kereszténység a IV. Században egy olyan csúcspontra, mi lett volna a csúcspont? Miért jött Jézus a világra? Jézus nem azért jött a világra, hogy ő egyedül győzzön a rossz felett, hanem azért, hogy akik megértik az ő győzelmét, ugyanilyen győzelemre jussanak el az életükben. És ha a kereszténység eljutott volna ugyanarra a győzelemre, mint Jézus mondjuk a 4. században, a történelmünk befejeződhetett volna, és a mennyben folytatódott volna tovább a történet. De mi történt? Miért nem tudott Jézus hamar eljönni? Azért, mert a kereszténység történelmében a 4. században olyan változás állott be, amit máig nem lehet kiheverni. Sőt, ami egyre inkább súlyosbodik. Hát mi jön a fehér meg a vörös lovas után? Fekete lovas. Mi jön a fekete lovas után? A halott sárga lovas. Jézus világosan előre jelezte, hogy ő szeretne eljönni, ő hamar szeretne eljönni.
Na de látja előre, hogy hűtlenek lesznek hozzá, elárulják az ügyét. Mi volt Jézus ügyének az elárulása? Az evangélium feladás, hogy nem hittek az evangéliumban, nem hittek ugyanabban a győzelemben, amit ő elért, hogy mi is emberek győzhetünk emberi formában, ugyanúgy, hogy Jézus győzött, és azt mondta a Golgotán, hogy beteljesedett, mi is győzhetünk így. Mi volt ennek az elárulása a 4. században? Hogy a kereszténység legtöbb vezetője és tömegei lemondtak a krisztusi vezetéstől, és helyette a földi hatalom vezetését igényelték, tehát összeszövődött a keresztény egyház története az államhatalom történetével, és útjára indult egy borzalmasan hosszú időszak, egy óriási varga betűt ír le a kereszténység. Jézus hamar el akart jönni, de végig kellett nézni ezt a varga betűt, amit a Bibliában 7 profécia jelez, hogy ez 1260 évig fog terjedni. Dániel könyvében 2-szer, Jelenések könyvében 5-ször van benne ez a profécia, ez félreérthetetlen, hogy 1260 éves hosszú-hosszú középkor, ami Jézus Krisztus eljövetelét késlelteti, mindannyian, akik itt ültök, meg gondolom, akik most itt a világhálón követnek bennünket, családokban nőttek fel, vagy van családjuk, vannak gyermekeik. Mit csinálsz akkor, hogyha a gyermeked nem követi a helyes utat? És végig kell nézned évekig, évtizedekig, hogy a gyermeked miféle varga betűkön keresztül botladozik, és milyen keserves utakat választ magának. A szülő akkor is ragaszkodik a gyermekéhez, akkor is várja. A tékozó fiúba tudjuk azt, hogy mikor jött vissza a tékozó fiú. 10 év után, 20 év után, 30 év után. Nem véletlen, hogy Jézus erről nem beszél. Na de hogy egy gyerek is késleltetheti a megoldást, és egy szülő évekig, évtizedekig kell, hogy várjon egy gyermek visszatérése. Ugyanúgy volt Jézus Krisztus az egyházával. Végig kellett néznie azt, hogy az ő nevében mit csináltak a kereszténységből. Hogy a középkorban mennyire eltorzították a kereszténységet. És Jézus nem jöhetett el, mert Jézus azért jött el a világra, hogy bemutassa, hogy hogyan győzhetünk a rossz felet, és ennek a győzelemnek a titkát átadja nekünk, és Jézus akkor jön el másodszor, amikor lesz győzelmes egyház. Nem küszködő, vergődő egyház, hanem győzelmes egyház, amikor minden egyes tagjában az a közösség, az a csoport megszentelődik, és azzal az erővel, a Szentlélek erejével támogatva tudja az egész világot hívni a mennyei életre. Mondhatjátok most erre, hogy a középkorban azért hajnalcsillag gyúlt. A pergámüzenet azt mondja, hogy adom nektek a hajnalcsillagot. És a pergámumi üzenet utána a tiatírai üzenetben is ez áll, és jött a reformáció, jött a 16. század, és Jézus eljövetele megint fogható közelségbe került. Luther mennyire várta Jézust? A reformátorok mennyire várták Jézust? A mi bibliafordítón Károlyi Gáspár mennyire várta Jézust? Ismeritek, hogy Károlyi Gáspárnak melyik a legnagyobb műve a bibliafordításunk mellett? Az a címe ennek a művének, hogy Két könyv. Két könyv. Ugye Károlyi megírta a Biblia előjáró beszédét, ez a Vizsgai Biblia előjáró beszéd, ez is hatalmas, nagy tanulmány, de mellette kiadott még egy ilyen művet, hogy Két könyv. Az első könyv az arról szól, hogy a magyarság miért romlott meg a Mohácsi vészig, és miért engedte Isten, hogy az iszlám kezére jusson az európai kultúrának ez a része, a magyar kultúra. Ugye a reformátorok látták, hogy a Bibliában proféciák vannak az iszlámról, felfedezték már Jelenések könyve 9. fejezetében ezeket, és hirdették azt, hogy közel van már az ítélet, közel van Jézusnak az ítélete, második eljövetele, és a reformátorok várták. Károlyi Gáspár adventváró ember volt, Jézus második eljövetelét váró ember volt. Azért imádkozott, gondoljátok meg, meghalt a felesége, meghalt összes gyermeke, kolera járvány volt Magyarországon, de azért imádkozott, hogy ő befejezhesse a Biblia fordítását, és a magyar nép kezébe adja a Bibliát, a teljes Bibliát, hogy mindenki tudja várni Jézus. Tudjátok, hogy Károlyi Gáspár idejében született, és később a Bach előtti zeneművészet legnagyobb alakját, Heinrich Schütz.
aki csak bibliai műveket zenésített meg, bibliai történeteket, zsoltárigéket, van neki, Zíben volt a Jézus Krisztián Krajsz, Jézus hét szava a keresztán, három passiója, és ő azt mondta, hogy én a német nép kezébe akarom adni a Bibliát, hogy várják Jézust. Én hiszem azt, hogy Jézus el fog jönni. Hiszen most már világosságban élünk, most már reformáció, az emberek kezébe adta a Bibliát, most már tudjuk, hogy kit várunk, tudjuk, hogy ki az a Jézus Krisztus, nem mint a középkorban, amikor babonák sötétségében élt az emberiség. És Jézus Krisztus miért nem tudott eljönni, ha nem a 4. században, miért nem tudott eljönni a 16. 17. században? Ő azt mondta, hogy hamar eljövök, ő akar jönni hamar, de miért nem tudott megint eljönni? Hogy folytatódik a hét levél? Efézus, Szmirna, Pergamum, Tiatira, és az 5. levél, a Szárdiszi levél, az eltorzult protestantizmushoz szóló üzenet, döbbenetes üzenet, ennél döbbenetesebb csak a Laodiceai levél, a 7. levél. De már mit mond az eltorzult protestantizmusnak, tehát a 17. 18. századi protestantizmusnak maga Jézus Krisztus, nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Most ilyenhez el tud jönni Jézus? Aki nem viszi tovább a világosságot, nem ismerteti meg az emberekkel az igazi evangéliumot, hát akkor nem várják már. A reformátorok várták Jézust, a protestánsok azonban egyre inkább leszoktak erről a Jézus várásról, és azok, akik várták Jézust, mint a Miller mozgalom követői, az Advent mozgalom követői, kirekesztették a sorai közül. Jézus ezért nem tudott eljönni a 17. 18. század. Ő azt mondta, hogy hamar el akar jönni. Ki az oka, hogy Jézus nem tud eljönni? Jézus nem akar eljönni? Jézus késlekedik? Valamilyen módon Jézus késik? Dehogy is. Amikor az őt követők sem akarják, hogy Jézus eljöjjön, akkor Jézus eljött volna a 17. 18. 19. században. Akkor Jézus azt tette, hogy minden keresztény felekezetből kiszólított embereket, olyan embereket szólított ki, katolikusok, protestánsok, zsidók, mások közül, egy óriási nagy felekezetközi ébredést támasztott Jézus a 19. század elején, ez volt az amerikai Miller mozgalom, egy egyszerű földműves ember indította el ezt a mozgalmat, aki a nehéz, fárasztó, hétköznapi munka után hazament, elővette a Bibliát, és feltűnt neki, hogy a Bibliából bizonyos részeket, mintha hallatlanra vennének azok, akik a Bibliát hirdetik. Nem hirdetik a 2300 éves proféciát, a 490 éves, az 1200. Rájött, hogy idői proféciák vannak a Bibliában, amelyek a mikorunkra is vonatkoznak, és ez senkit nem érdekel. És azt mondják az emberek, hogy ők hívők, meg vallásosak, meg keresztények. Mondom, amit Jézus Krisztus megerősít, az nem érdekli őket. Miller igazán várta Jézust. Úgy gondolta, hogy még az ő idejében eljön Jézus, és egy nagy csalódás által megértették a követői, hogy Jézus adott proféciákat, de az nem az eljövetelének az időpontjára vonatkozott, hanem most árult fel egy nagyon nagy tanítás a Bibliából, hogy Jézus eljövetele előtt mi kell, hogy bekövetkezzék szükségszerűen. Ha itt van, mutatom a kezemmel, ha itt van Jézus második eljövetele, és haladunk e felé, a második eljövetele előtt mi kell, hogy szükségszerűen bekövetkezik, hogy Jézus valóban eljöhessen? És ezt értették meg a Miller mozgalomból megmaradt követők az 1840-es években, hogy be kell, hogy következzék az, hogy Jézus elkezdje az igazak fölötti ítéletet a mennyben, minden eddigi meghalt igaz fölötti ítéletet, hogy amikor ő eljön, minden igazat fel tudjon támasztani, és akik élve érik meg a második eljövetelt, azokat az embereket igazzá tudja tenni, és így az eljövetelekor két emberiség egyesüljön, a feltámadt igazak és az élő igazak. És ennek a kornak a végén élünk. Jézus azt mondja, hogy hamar akar eljönni. Nekünk is azt mondja, hogy a 4. század elején is érzékeltette, hogy a 16. 17. században is érzékeltette. Nekünk is azt mondja, hogy hamar akar eljönni. És vajon a mi állapotunk ugyanolyan, mint a 4. században volt, amikor az államhatalom kegyét keresték a keresztények, és elfogadták az állami hatalmat és pénzt?
Vagy a 17.-18. században, amikor elkezdtek a protestáns hagyományra hivatkozni, és akkor már két hagyomány volt, volt egy középkori katolikus, és lett egy protestáns hagyomány, és megint dugába dőlt a dolog, és a kereszténység újra visszahanyatlott. Nem olvasunk a Bibliában arról, hogy lesz még egy negyedik nagy csalódás is. A harmadik nehéz időszak végén élünk. Olyan ez az időszak, mint a 4. század ideje, mint a 16.-17. század ideje. Itt élünk a 21. században, és ezzel kell, hogy letegyük a Bibliát, hogy ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony hamar eljövök. A hét levélben megneveztem nektek az efézusi, szmirnai, pergamoni, tiatirai és szárdiszi levelet. Fölteszem nektek a kérdést, melyik levélben mondja Jézus azt, hogy hamar eljövök? Ez azért érdemes megjegyezni, mert a harmadik levélig nincs szó Jézus második eljöveteléről. Mert Jézus sajnos előre látta az egyház a hitetlenségét. Nem ő akart ezt, gondoljátok, de előre látta. A negyedik levéltől, ez a tiatírai levélbe fejez, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Ez egy halvány kijelentés, hogy el fogok jönni, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Az ötödik, a szárdiszi levelet mivel fejezi be Jézus? Íme eljövök, mint a tolvaj éjjel. Ez egy gyakori szólás, mondja, volt Jézusnak, Pál apostolnak is. Ugye ismeritek az első tesszalonikai levél 5. fejezetét, amikor azt mondja Pál apostol, hogy a világot tolvajmódra lepi meg majd Jézus eljövetel, de titeket nem akarom, hogy tolvajmódra lepjen meg. Egy különbség van. De miért köszön így el Szárdisztól, hogy eljövök, mint a tolvaj éjjel? Mert ez a hitehagyó protestantizmusnak írott levél, és miben lett hitehagyó a protestantizmus mind a mai napig, hogy nem hisz a proféciákban. És ma a protestantizmus egészének nincs szava az emberiség. Nem tud mit mondani az emberiségnek a proféciákról, nem hisz benne. Mert a protestantizmusban a 17. századtól eluralkodott egy irány, ugye a racionalizmus, a liberális teológia, azt mondja, jó, igen, Isten van, vagy Isten előre látna a jövőt, Isten előre megmondja, hogy mi lesz a jövő. Hát nem, a proféciák nem, ez túlzás, ebben nem hiszünk. Azt meghagyjuk a szektársoknak. A szektársok nagy része is visszaél a proféciákkal, mert ki így, ki úgy magyarázza. Ezért kell mindenkinek Bibliát venni a kezébe. Ezért nem menjél ide, oda vagy amoda, mert mindenütt el fogsz tévelyegni, mert Jézus mit mondott az eltévelyedésről? Azért tévelyegtek, mert nem ismeritek sem az írást, sem Istennek hatalmát. Márk 12:24, nagyon jegyezzük meg. Felírtátok délelőtt az igéket, ugye, hogy Nehémiás 8, aztán János 17:17, ezt nagyon jegyezzétek meg, Márk 12:24. Azért tévelyegtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Nem egyház fog benneteket megvilágosítani. Nem vallási mozgalom, nem nagy hatású evangelizátorok, akik Amerikától Új-Zélandig beszélnek az embereknek, és milliókat vonzanak maguk után, és az emberek szinte ájultan követnek ilyen vezérszónokokat, és különböző dolgokra ragadtatják el magukat. Nem, a Biblia fog megvilágosítani, akkor, hogyha személyesen kézbe veszed. Azért tévelyegtek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Ugye nem akarunk tévelyegni. A protestantizmus tévelygéséből a hatodik levél üzenete rezzent föl bennünket, és ott hangzik el a hamar. Tehát még egyszer a hét levelet jegyezzétek meg, Efézus, őskereszténység, Szmirna, üldözések kora, Pergámum, a nagy fekete időszak, amikor megfordul a kereszténység, és üldözött vallásból államhatalmi vallás lesz, Tiatira, a középkori kereszténység, Szárdisz, a protestantizmusnak az eltorzulása, és a protestantizmus eltorzulása közben adja Jézus a hatodik levelet, és ez a pergámumi levél. A szmirnai és a pergámumi levélben egy szó feddés nincs Jézus részéről, csak dicséret. Volt az elmúlt 200 évben olyan mozgalom,
amely csak dicséretet érdemelt, Miller mozgalom, az Advent mozgalom indulása, és ma is azok az emberek, akik hisznek a Biblia minden szavában, az első szótól az utolsóig, és a Bibliát tekintik vezérüknek és zsinórmértéküknek, ezeknek az embereknek azt mondja Jézus, hogy eljövök hamar. Tehát megjegyeztétek, tartsd meg, ami nálad van, amíg eljövök. Eljövök, mint tolva éjjel, eljövök hamar, és nekünk már a 7. levélben azt mondja, az ajtó előtt állok és zörgetek. Tovább nincs. Tovább nincsen. Ajtó előtt áll és zörget. Nem lesz tehát egy negyedik csalódás. Jézus eljöhetett volna a 4. században, eljöhetett volna a 17. században, eljöhetett volna akkor, amikor a Miller és az Advent mozgalom a 19. században előrébb és előrébb jutott, visszahanyatlott, Jézusnak most is várnia kell több mint 100 évet. Persze ez a mi életünkben nem annyi, na de akik itt ismeritek, mert vagytok olyanok, akik ugye mennyi, 50 éve ismered, 60 éve, 70 éve, ismeritek ezt a boldog reménységet. Én 41 néhány év óta ismerem, de nekem már ez a 40 év is sok. Hát 40 éve hiszek valamiben, és hiszek abban, hogy eljön a vőlegény, és mi itt vagyunk a mennyasszonyok. Melyik mennyasszony érzi úgy magát, hogy 40 évig vár a vőlegényre? Milyen mennyasszony lenne az? Ez egy borzalmas történet lenne, nem? Hát ez egy tragédia lenne, de ez a tragédia a kereszténység történelme. Tragédia volt az Ószövetség történelme, mert 1500 évig vezette Isten a zsidó népet, és mégsem fogadták el Jézust. A kereszténység történelme 2000 év óta tart, és vajon várjuk-e, milyen keresztények vagyunk, ha nem várjuk Jézust? Péter második levele, 3. fejezete azt mondja, akik sóvárogva várjátok, szó szerint, akik siettetitek Jézus Krisztus eljövetelét. Mi most vagy késleltetni tudjuk Jézus eljövetelét, vagy siettetni tudjuk, nincs más megoldás. Én azt gondolom, hogy eddig jobbára késleltettük. Mivel késleltettük? Nem hittünk igazán az igében, nem néztünk utána a dolgoknak, és aminek nem nézel utána, azt nem tudod hirdetni. Csak azt tudod nagy erővel hirdetni, aminek utána néztél, kincset találtál benne, a kincset kiástad a szántóföldből, és mindenedet odaadtad azért, hogy a kincs a tiéd legyen, és akkor te tudod hirdetni az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat megváltoztathatatlanságát, tudod hirdetni az életmódbeli törvények további érvényét, tudod hirdetni a proféciáknak az igazságát, csak akkor tudsz hirdetni valamit, amikor személyesen utána jártál Attila? Kömüves mester van itt közöttünk, de utána járt. Egy könyvelő van itt, utána jártál? Én végig tekintettem az élet. Ha nem jártál volna utána, semmit nem lehetnél, sem nem beszélhetnél most időseknek egy otthonban. Vagy nem adhatnál könyveket, meg folyóiratokat, mert ha nem hiszel benne, akkor minek képviselni? Utána jártál könyvtáros? Utána jártál? Könyvek között voltál? Utána jártál, hogy van egy könyv, ami igazság? Utána jártál, te vegyész voltál, vagy te elindult fiatalemberként ott ültél a sorokban a jogi egyetemen, utána jártál? Figyeltél, de nekem hittél? Nem nekem hittél. Milyen jó lenne, ha meg tudnánk alakítani mindenhol a nemesebb bére a beliek gyülekezetét. A nemes bére a beliek, akik a Tesszalonika belieknél mire voltak nemesebbek, apostolok cselekedetei 17. fejezetében olvashatunk erről. Naponként tudatkozták az írásokat, tehát naponként tudakozni, nem úgy olvasgatni, most van egy vezérfonal, akkor elolvasom, remegek egy-két hálát, stb. Nem. Tudakozom, ezt is kitisztázni akarom, azt is kitisztázni, azt is, hogy Istennek tetsző legyen az életem. És a nemesebb bére a belek naponként tudakozták az írásokat, hogy amit Pál mond, azok úgy vannak-e. Nem Pálnak hittek, nem embereknek hittek. Mindannyian Istentől tanítottak kell, hogy legyünk. Kicsinyek és nagyok egyaránt. Akkor siettetjük Jézus eljövetelét, mert hogyha te tudakozod, ha magadévá teszed ezeket a tanítást, akkor tudod képviselni,
akkor már lesz tartalék olajad, és nem azt mondja majd a mestred, hogy már bezáratott az ajtó. Hát én eljöttem. Te most elszaladtál olajért? Hát már az olajnak ott kellett volna lenni nála. Tehát nem volt, nincs tapasztalatod velem, nincs tapasztalatod a Szentlélekkel, hogy hogy kell másoknak átadni az evangéliumot? Bizony, hamar eljövök, és íme az ajtó előtt állok, ebben az időszakban élünk. Jézus az ajtó előtt áll, és a kereszténység nagy része nem hisz abban, hogy hamar eljön. Miért hisz a kereszténység? Mit, a világnak ma mit mond a kereszténység? Nagyon világosan kell látnunk a proféciák alapján, hogy egyre inkább szétválik két út előttünk. Az egyik út, amelyet már eddig is tapasztalhattatok és láthattátok, hogy a világ az összefogásba hisz, az emberek egységében hisz, politika és vallás egységében hisz, államhatalmak és egyházak szövetségében hisz, mert a világot máshogy nem lehet megmenteni, hirdeti a római pápától kezdve a legkisebb állam, államféig, hogy össze kell fogni, egyesíteni kell az emberi erőket. A Biblia beszél erről Jelenések könyve 17. fejezetében, hogy akarják létrehozni ezt a világegységet. Messze menően beszél Jelenések könyve ezekről a folyamatokról. De mi a másik dologra hívjuk fel minden ember figyelmét. Arra, hogy a magad életét nem tudod megoldani egyedül. A családod életét nem tudod megoldani egyedül. A nemzeted életét végképp nem tudod megoldani, se összefogással, se anélkül. És az emberiség életét megoldani? Szálljunk le a magas lóról, és a hiúságnak, és a beképzeltségnek, és a gőgnek a magaslatairól. Egyetlen egy dolgot tudunk hirdetni, amiben lehet hinni, jövel Uram Jézus, méghozzá hamar. Jövel Uram Jézus, méghozzá hamar. Legyünk ilyen Krisztusvárók a hétköznapi életünkben. A hétköznapi életben sem kell lemondani semmiről, amit Isten adott nekünk. Arról nem mondjuk le, amit Isten adott nekünk. Amivel körülvesz bennünket a világ, vagy amit mi vágyunk meg, kívánunk követni, arról igen. De amit Isten ad nekünk, így mondta Pál apostol, hogy elégedjetek meg az eledellel, a ruházattal, ennyi bőven elég, ne törjetek magasra, mert vannak ezeknél nagyobb célok is, nem több az élet, mint az eledel, a test, hogy nem, mint az öltözet, mondta Jézus. Hát adjatok másoknak, adjatok a szegényeknek, a rászorulóknak, gondolkozzatok a harmadik világnak az embereiről, meg azokról a társaitokról, akik ma is meghalt több mint 50 ezer gyerek éhen. És ma is ezer sebből vérzik a világ, és mi azon gondolkozunk, hogy még mennyi időt tölthetünk itt ezen a földön. Ha már ennyire előre haladott az internet, én is fölhívom a figyelmet, hogy amikor elkezdtem a Gondolkozzunk közösen sorozatot, ami most már tényleg a 70. előadás felé tart, mások is elkezdték az interneten, és én hallgatom az Egybogár naplóját is, a gondolatok a háttérből, nagyon sokat lehet belőle tanulni, hogy egy közgazdász ma hogy látja a világot. Én hallgatom a Partizán TV-t is, az ifjabb nemzedék 20-30 éveseknek a fórumát és a műsorkészítését. Meghallgatom az Ázsiába szakadtam sorozatot is, meghallgatom a Gödény, Tamasi doktorokat is. Bizonyos ismereteket be kell szereznünk. Csak egyetlen egy megdöbbentő dolog, amit a Bogár László mondott, hogy Amerika most miért roppan össze? Túl azon, hogy most egy gyilkosság után Amerika polgárháború szélére sodródott, szinte oda sodródott. Ugye levezette egy közgazdász, hogy Amerikában a 300 milliós Amerikát hány ember tartja el? Az, hogy téged eltartsanak, azért kell. Mit mond a Biblia, hogy azért 25 deka kenyér egy nap. Így mondja Ezékiel könyve 4. fejezet, ott van a kenyérrecept, a kenyér, de kell 25 deka kenyér, különben sokáig nélkülözve ezt nem tudunk meglenni. Ki állítja elő a gabonát, a zöldséget, a gyümölcsöt Amerika számára? 1% ember. 1% ember dolgozik Amerikában a mezőgazdaságban. Ezt elhittétek volna? Én se hittem volna, hogyha nem okosítom fel magamat a tudós honfitársaimtól. Hány ember dolgozik Amerikában ipari munkásként? 15%.
gyárakban 15-16%. Mit csinál a harmadik része 84%? Miből áll az egész nyugati civilizáció, ami most vezeti a világot és ki akarja terjeszteni a hatalmát Ázsiára, Afrikára, mindenre? Szolgáltatóipar. Műkörmöt raknak fel a lányoknak, kutyakozmetikába viszik a kutyákat, szolgáltatóipar, és ez 25%-ban elveszítette a munkaerejét, mert hát nincs. Most egy vírus egyszerűen léket vert egy egész civilizáción. Milyen jó lenne másokat szolgálni, nem önmagunkat, nem? Az egész nyugati kultúra az önimádat, így mondta egy szociológus nemrég, hogy az önimádat társadalmát építette fel. Kényelmes élet, jobb élet, henyébb élet, kevesebb munkával, többet. A kényelmes és magunknak kedvező életnek látjuk össztársadalmilag a borzalmas hatát. Elég, hogy tudjátok mekkora ez a koronavírus, egy betűhelyen 10 000 elfér. Ez a parányi valami egyszerre bejött és romba döntött egy egész kultúrát. Mi azt hirdetjük, hogy nincs összefogása olyan lehetőség, amire ők vágyakoznak. Nem lehet hinni és reménykedni az emberi összefogásban. Össze tudtunk fogni igazán most, 2-3 hónap alatt. Össze-visszaság volt az egész világ. Sokan azt mondták, hogy a járványnál is nagyobb probléma volt a társadalmilag adott válasz. Nem is az egészségbetegség volt a nagy kérdés, hanem a pártok szűnni nem akaró csatája, a politikai nagy ambíciók és a médiának a pánikkeltése és egyebek. Elég borzalmas tapasztalat, csomagot kaptunk az elmúlt 2-3 hónapban. Ebben az összefogásban hiszünk, nem abban, aki hamar el akar jönni, és még mindig nem várjuk. Én erre a hamarra szerettem volna helyezni a hangsúlyt, és ez maradjon meg bennünk, ez az egy szó, és ennek a gyakorlati következményei, hogy mi valóban úgy készüljünk Jézus második eljövetére, hogy hiszünk is benne. Nem csak mondjuk, mint egy tételt, hogy ilyen lesz egyszer az idők végén. Kovács Margitnak van egy szobra, hogy egy alvó ember mélyen alszik, és egy angyal rátérdel, és egy ilyen nagy harsonát oda támaszt a füléhez, és ott emberek ébredjünk fel. Nem valamikor az idők vége elközelített. Bizony hamar jöjj el, Jézus Krisztus! Én erre kérlelek mindenkit, és itt most ezen a helyszínen és a világ különböző részein ezért imádkozzunk. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te komolyan gondoltad, ahogy Jézus ki is fejezte, hogy hamar szeretnél eljönni mindazokhoz, akik egy más életet kívánnak, nem egy önzésen, hanem egy önzetlen, szereteten, igaz boldogságon alapuló életet. Köszönjük, hogy a történelmi proféciákban bemutattad, hogy ez a te részedről már régen készen állt. Te győztél a Golgotán, te hozzá akartad segíteni népedet a győzelemhez, ami meghiúsult először a 4. században, aztán a reformáció után is, aztán meghiúsulni látszott az idők vége kezdetén a 19.-20. században is, mely rettentő vérondlásokkal volt teljes. De nem olvashatunk több ilyen szakaszról, Istenünk, és ez is arra kell, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy olyan komolyan vegyük az idők végét, amilyen komolyan csak lehet. Annyira helyezzük előtérbe Isten országát és annak igazságát, és higgyünk abban, hogy minden más megadatik nékünk, hogy eljuttassuk az evangéliumot azokhoz, akik a bűnnek és a halálnak árnyékában élnek. Segítsd ezt a több milliárdnyi emberiséget, annyi vallásfelekezettel, annyi hiedelemmel, szokással, hogy felébredjen, és hisszük, hogy te azért engedted meg az elmúlt hónapok megrázkódtatásait, mert neked van olyan üzeneted a zsidókhoz írt levélben, hogy megrázod a földet majd az idők végén, és mi azt is látjuk, hogy ez még csak a megrázásnak a kezdete. Mert nagyon mély az alvás, nagyon mély a közömbösség, nagyon mély a kényelem szeretet, nagyon mély az ember általi kiszipolyozása és becsapása.
Segítsél meg, Istenünk, hogy mindenki felébredjen, mindenki szembesüljön az evangéliummal, hogy eljöjjön az a csodálatos nap, hogy az Isten országának ez az evangéliuma bizonyságul hirdettetik minden népnek, és akkor jön el a vég, hogy hamar eljöhessél, Jézusunk. Segíts, hogy a mi szívünkben is vágy ébredjen arra, hogy változtassunk, nem csak gondolkodásunkon, de életmódunkon, szokásainkon. Add Szent Lelked segítségét mindezekhez, akik itt állunk előtted, és akik nyomon kísérték a mi kis családi istentiszteletünket. És áld meg a keresőket, áld meg mindazokat, akiknek szavuk lehet majd másokhoz, de segíts meg azokat is, akik most még közömbösségben, tunyasságban élnek, hogy az ő számukra is felgradjon a te napod. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.